Szervusztok, kedves hallgatóink! Üdvözlöm titeket a kontrában. Én Grósz Béla vagyok. Én pedig Bognár Tamás. És Tomit ebben a részben már újra sztereóban hallhatjátok. A kis után a monóföldre. Bár lehet, hogy valakinek elég volt egy hallani a hangomat. Te neked megvan a stallone a Copland nevezetű mesterműve? Igen. Ő mondta azt, hogy ő sose veszi meg a sztereó lemezt, mert ugye csak félfülre hall, <sítható> úgyhogy neki elég a mono. Igen, egy hangfallal sokkal olcsóbb az élet. Szóval, aki minket kritizált az előző részért, az a jogos. Tomit, nem jogos, mert ugyanis mi csak egy tributot nyomtunk a Copland-re. Így van. Illetve fogalmam nincsen, hogy miért állítódott el az, amit most mutattál, és én még eddig sose láttam ilyen beállítást. Tomi, nincsen hibázás, csak történelmi hamisítás. Ja, igaz, igaz. A mai adásunkban viszont azért egy kellemetlenebb témáról beszélünk még hozzá. Tomi már praktizáló szülőként, tehát lassan azért megjelennek a csajok meg a pasik. Én nálam meg még csak azért a pelenka cserélés van, de már szokásom az hülyen azért tervben van véve a következő tíz év, hogy mi történik majd Junior g -vel. Még a bringák nincsenek megvéve előre? Fejben már megvan. Erről <laughs> majd egy másik. Majd adáson kívül inkább. Illetve a gyerekbringákat már kivesíztük. <laughs> visszahallgattam, hogy pontosan mit ajánlottál. De ugye, hogy arról van szó, hogy miért nem engedném mondjuk, miért engedem nehéz szívvel a gyerekemet bringa versenyezni, és ennek az apropója a július 12-i Grand Gala Giro kerékpárverseny volt, amiről ha nem hallottatok, bár azt gondolom, hogy a legtöbben közöttek hallottatok, és eléggé benne is volt a mainstream médiában, Index, Simla, Rádió, TV mondjuk úgy, hogy mindenütt ott volt. Mindenütt is, és nyilván nem így szeret a kerékpásport bekerülni azért a mainstream médiában. De valahogy mindig így szokott bekerülni, tehát ha dopping van, ha horror bukás van, ez az új kedvenc szavam, az egy szó az elmúlt egy évből, a horror bukás. Szerintem önmagában, mint szókapcsolat nincsen semmi értelme, de akkor az a mindenhová be lehet kerülni. Egyébként annyival kiegészíteném a dolgot, hogy igazából országúti versenyre nem engedném a gyereket, mert a hegyi kerékpár verseny az igazából egy fokkal biztonságosabb, bár erről is fogunk beszélni. A hegyi kerékpáros versenynek a biztonságáról azért én tudnék mesélni negatívakat, de igazából. Nagyon, nagyon sokat gondolkoztunk arról, hogy, és aktuális is volt, hogy júliusban még beszéljünk egy adásban, hogy mi történt itt és hogyan. De elég rövid távon lefújtuk azt a koncepciónkat, mert őszintén megvalva nem éreztem azt, hogy azon túl, hogy ventiláltunk volna az eseményről, tudtunk volna hozzáadni. Hát egy ugyanolyan clickbait történetet lovagoltunk volna meg, mint amit meglovagolt az összes hírportál, meg híradó, meg minden. Igen, azon túl, hogy mi most is el fogjuk mondani a véleményünket, és azt, hogy, milyen trógerség volt ott, ami ott történt. Ezen túl azt gondolom, hogy és ez is a kontrának azért a szerep, hogy hozzáadjon információt, és azért kerekebbé tegye ezt a képet. És mostanra, augusztus végére, amikor ezt hallgatjátok, most jutottunk el arra a pontra, hogy több oldalról van információ, és nem csak azokat a tényeket tudjuk közölni veletek, ami akkor júliusban megtörtént illetve most arra most már biztosan tudjuk, hogy mindenki túlélte szerencsére ezt, a, ezt az esés sorozatot, ami azért nem egy hátrányos szempont, mert azért ott, a, ott az események hevében kaptunk eléggé, eléggé negatív, meg, meg sokkoló információkat, aztán szerencsére azért mindenki kimozogta ezt a dolgot. Már amennyiben kimozgásnak lehet mondani a különböző töréseket, meg egyebeket. Csak hogy így akkor összegezzük a verse, a történteket, nagyon, nagyon egyszerűen amatőr per profi verseny volt, ahol összekeveredett a mezőny egész egyszerűen. A profiknak kell ugye rajtfállásba előre kerülni, de valamilyen oknál fogva az amatőrök is elő, előre, előrébb kerültek. Nem volt lassú rajt, és ráadásul egy durva meredek lejtővel, amit hagyjuk meg, hogy jó volt az aszfalt minősége, de lassú rajt nélkül indították el. Mi a lassú rajt? Az, hogy egy autó beáll a mezőny elé, nem lehet megelőzni, és gyakorlatilag a tempót diktálja általában nem egy okos dolog lejtővel indítani egy versenyt. Noctacu, hogyha még nincs is lassú rajt. Itt, itt ez történt meg, és Covid, most mondhatjuk azt, hogy egyébként a vírus okozta, mindenki elvesztette a fejét, de mint tót az anyját úgy elkezdték csapatni a lejtőn, és mit a Isten, be is következett, aminek... Ami ilyenkor beszokott. <laughs> hát, amit amit az a baj, hogy most nagyon-nagyon régóta mondunk, hogy előbb-utóbb be fog következni egy magyar versenyen, hogy valami nagyon durva történik. Évek óta tépem a számat, és nagyon-nagyon megvan az a bükmaraton nekem az emlékemben, ahol annyira fel voltam háborodva, hogy senkit, tehát hogy elmentem a hosszú távra, egy 100 kilis karikára, vagy 80, vagy 90, nem, nem őszintén nem emlékszek már, de az nagyon megvan, hogy egész versenyen csak a rajt célba láttam egy mentőt és azon gondolkoztam, hogy ha itt bárhol valami történik, ott annak nagyon, nagyon komoly vége van. És ezt érzem, ezeken a posztszocialista, savanyú, rémesen lerongyosodott magyar versenyeken, ahol még ugyanaz a, a tíz éves rajtszámokat szúrat fel magadnak, mint amit tiniként, és benne van mindig a levegőben, hogy valami történni fog, valami történik, és jobb esetben csak az, hogy elcseszik a parkoló kijelölést, leesik tíz csepp eső, és senki nem bír ki kiállni. Rosszabb eset az, ami most történt. És ugye azt azért tegyük hozzá, hogy a Bük maraton ugye az egy hegyi kerékpáros verseny volt. Tehát nem az volt, hogy oké, okay, elesel valamelyik faluba, és 8 perc múlva 130-al szirénázva odaér a mentő, hanem sokszor a hegyi mentők hoznak le a hegyről, hiszen ösvényen vagy, bent vagy az erdőbe, stb. nem tudja a mentő megközelíteni, összkerékhajtású hajtású kell hozzá akármi, tehát hogy ott egy kicsit még, még neccesebb a történet, mert alapvetően egy mezőnyel, ha megy az elején, megy a végén mondjuk egy mentőautó, már az is nyilván, ha nem történik egy ekkora sok bukás, akkor az elég tud lenni, elesik két-három ember, mentős ellátja, addig egy másik mentőautó követi tovább a mezőnyt, és kész. Igen, de hogy kanyarodjunk vissza azért a megnevezett Gella versenyre, elindult a mezőny, 80-nal mentek lefelé, ami azért nem egy túl meglepő, viszont ha mentél 50-nel bringával, akkor a 80 az egy teljesen más stratoszféra. A 60-hoz képest is. De a 70-hez képest is. is. Igen. 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 Pont itt jön be az egész pikantériája, hogy előre keveredtek az amatőrök. És itt semmi bántás meg pejoratív jelző nincsen az amatőrbe. Egész egyszerűen annyi, hogy nem olyan tapasztaltak, mint azok a... És itt a profi is egy nagyon-nagyon idézőjeles kifejezés az én Magyarországon, úgy gondolom. Hát meg sokat lehetne azon is vitatkozni, hogy ki számít profinak itt meg ki nem. Igen, tehát az a nagyon-nagyon kevés versenyző, Peák, Barna, Walterati, Fettererék, Dinamarci, a fiúk közül csak, akik országúton keresik a pénzüket, ők profik. De hogy az, hogy kapnak egy bringát, kapnak egy pár messzt, és van egy csapatautó, attól még ők... Erős amatőrök. Hát munka mellett edzenek azért 20-25 órákat. De ettől függetlenül azt nem kisebbíti azt a tényt, hogy sokkal nagyobb tapasztalatuk van egyébként a kerékpározásban. És itt, hogy közéjük keverednek olyan emberek, akiknek nagyon-nagyon komoly fizikális erőfeszítésbe kerül az, hogy tudják tartani a lejtőn a tempót, törvényszerű, hogy könnyebben hibázol. És, és az, hogy tényleg a meredekebb lejtővel indult a verseny, és akkor itt összenéztem amúgy a pályarajzot, csak, hogy így viszonyítsunk, hogy itt a átlagos lejtése a lejtőnek az 50 méter volt kilométerenként. Ha fordított irányba mentek volna, akkor 38 méter lett volna kilométerenként az ereszkedése. Tehát azért ez az egy 20-25%-os difia kettő között. És ez nagyon-nagyon sok. Ráadásul azt ne felejtsük el, hogy a meredekebb emelkedőn kellett volna felmenni, ami jobban szétrázza a mezőnyt. És még szerintem egy kicsit érdemes hozzátenni ilyen érzékeltetésnek, így a, mondjuk úgy, hogy az amatőr és a, és a versenyző között, mondjuk így, hogy az amatőrök és a versenyzők között, ez körülbelül olyan, mint hogyha tehát bringát vehetsz magadnak ugyanolyat, mint amivel a világ legjobbjai tekernek. Tehát ez azt jelenti, mintha te oda mennél a Nürburgringre, és beneveznél egy versenyre, egy pályaversenyre, mert ki tudod fizetni, mit tudom én, a 800 eurót egy egy olyan autóra, amivel el lehet rajta indulni, és te a profik között indulnál, amatőrként, vélhetően az első féktávon törnéd szanaszét magad, hiszen oki, okay, hogy képes vagy lejtőn tartani azt a tempót mondjuk, amit a profik, csak bekanyarodni nem tudsz annyival, csak lereagálni nem tudsz egy... Egy, egy egy kisebb rádöntést, vagy valamit, tehát hogy, hogy igazából nincs meg a kvalitásod ahhoz, hogy azzal a tempóval közlekedjél. Tehát azért nem élénken él az, a, az az esemény, amikor egyszer jöttünk le egy újságíró kollégámmal Ausztriába egy nagyon meredek hegyről, aminek ilyen átlagosan 10-12% a meredeksége. És én alapvetően aránylag jól jövök lefelé országúti de nyilván nem voltam sose versenyző, meg egyebek és elkezdtünk egyre gyorsabban menni lefelé, és nyilván ő meg akarta mutatni, hogy gyorsabb nálam, és ezt meg is tudta, és gyakorlatilag egy kanyarban úgy elhúzott tőlem, hogy tehát én már ott döntöttem, hogy én már azt nem kockáztatom be, mert tudtam, hogy azzal a tempóval én már nem tudom kontrollálni a kanyart, és nyilván, ha nem történik semmi, akkor bekanyarodsz, de ha van egy pici kavicsot, vagy jön szembe egy autó, vagy bármi történik, egy kicsit berezonál a kormány, akkor elég csúnya vége tud lenni egy ilyennek. És nyilván egy versenyen eleve kevésbé analitikus gondolkodása van az embereknek, meg nagyon sokan elhiszik magukról a versenyeken, hogy majd ott menni fog az, ami az életben eddig sose. Nem ismérleg ez. Tehát egész egyszerűen csak reagálsz helyzetekre. Ráadásul itt jön be a Covid faktor, hogy év egyik első versenye volt, amikor mindenki véres foggal meg akartam mutatni, hogy ő mennyire faszán felkészült a szezonra. A Jó Isten nem mondja meg már, hogy hol kiesett ki el elsőként, kihibázott, mert amit videókat látott az ember, meg ahogyan rekonstruálni lehetett az eseményt, nem lehet. Tehát ez nem egy olyan esés volt, amit így teljesen dokumentáltak volna. Meg igazából szerintem mindegy is, hogy ki esett elsőként amatőr vagy profi, mert nyilván aki nézett már Tour de France d'Italia-t vagy valamit, a profik is tudnak óriásit csak mondjuk a, a mezőny nagy része, tehát oké, elfekszik 6-8-10 ember, de a többi már lereagálja a történéseket, megáll, félre húzódik átugor, és a többi, tehát hogy itt ez elmaradt, is gyakorlatilag jött a dominó effektus. Igen, inkább azt láttad, hogy látták, hogy az emberek fekszenek előttük, és Ingatja betépték a fékeket, és már sokkal előbb feküdtek az aszfalton és elestek, mint hogy egyébként beleütköztek volna valakiben. Hát láttam olyan videót, ahol, a, ahol simán meg kellett volna állnia a videókészítőjének, mert annyival előtte történt az az esés, és mégis gyakorlatilag szerintem így sokkot kapott, és így, így álló fékkel beléjük repült. Tehát, hogy az, az már bőven le lehetett volna reagálni. Érdekes, amit mondtál az elején, hogy milyen híreket kaptunk a legelején. Én emlékszem arra, hogy leszakadt karok, meg lábak, meg ilyenek. Tehát, hogy mm. ilyen hírek voltak egyébként. Csigolyatörés. Ja, sztorik. ja. Aztán Istennek hála, tehát, hogy több barátunk feküdt ott a földön. Csak csak 19 sérültet ápoltak utána a kórházban, de ez is ugye olyan nagy szám volt, hirtem, ugye, hogy ez tömeg számít, és össze-vissza Székesfehérvár, be, Veszprém, Kaposvár, mindahol vitték, ugye. Igen, meg is teltek gyakorlatilag a sürgősségig a környéken. És, és szerintem itt kell megemlíteni, hogy mennyire profik voltak a mentősök, mert olvastam egy-két történetet, hogy hogy gyakorlatilag a földön fekvő embereket másodpercek alatt kvázi gyors diagnosztizálták. Ugye mindig azt szokták mondani, hogy aki kiabál, az, az jól van, mert ugye azzal kell foglalkozni, aki nem szól egy szót sem a földön fekve. Tehát, hogy alapvetően gyorsan osztályozták a sérülteket, hogy kinek milyen baja van, és volt olyan, aki vérzett meg egyebek, de mondták, hogy oké, okay, van ennél súlyosabb sérült. Tehát, hogy azért a mentősök szerencsére ott voltak a topon, és, és le tudták reagálni, mert tényleg lehetett volna rosszabb vége is. Ilyen rém hírek voltak, hogy folyamatosan jártak a mentőhelikopterek a balesetnek a színhelye és a kórházak között. Tehát, hogy nyilván az ember itt a legrosszabbra gondol, és aztán indítgatja a telefonokat a haverokhoz, hogy ugye nem volt ott a verseny, ugye nem volt ott. Mondjuk eleve két mentő helikopter volt, tehát azért az, hogy ingáztak a helikopterek, ez mondjuk igaz. Jó, ezt ez csak nagy számoltak, -e. köszönöm szépen, kedves Tamás. Tényszerűen ez történt. Volt egy rohadt nagy bukás, sokan voltak benne, lehetett, tehát egyértelmű. Most már csak, hogyha nem is ismerik a körülményeket, csak nézed a pályarajzot, látod, hogy itt hibáztak. Tehát, egyértelmű hibák voltak a szervezésben, amiért mondom, nagyon-nagyon így a indulatok hevében voltunk, nyilván feljöttek az ilyen múltbéri sérelmek, ezért nem akartunk azonnal nekiugrani, de két nappal később például a Magyar Kerékpár Szövetség ugye feljöttött egy szakértői bizottságot annak a vizsgálatára, hogy valójában mi történt ott, és hogy a jövőben hogyan kerülhetőek el ilyesfajta balesetek. Ez egy érdekes fordulat volt azért, hogy mondjam, én nem volt nem láttam teljesen át a koncepcióját annak a munkacsoportnak. Nekem a szakértői felirat is egy picit kérdőjeles. Köszönöm, hogy kivetted itt a finomkodást így a számból. <gül> Kiszoktam. <gül> Arra próbáltam volna rátérni, hogy azért, hogy mondjam, bántás nélkül, de azért sokan versenyt se rendeztek, vagy nem országúti versenyt rendeztek, de hát, hogy közük nincsen ahhoz, hogy mondjuk egy ilyen versenynél a rendezői hiba, hol, hol csúszhatott el. Igen, és, és ne, nem negatívan, tehát nem akarunk senkire negatívat mondani, aki benne van a bizottságban, hiszen gyakorlatilag mindenkit ismerünk személyesen. Itt ott van a probléma, hogy szerintem egy ilyen versennyel kapcsolatos bizottság felállításában alapvetően olyanoknak kéne részt vennie, akik vagy profi versenyszervezők, vagy profi értenek hozzá, meg meghívni mondjuk olyan külső szakértőket, akik nem érintettek mondjuk a hazai versenyrendezésben például. Vártunk is egy jó ideig, amíg itt történnek a dolgok, aztán a végén csak-csak írtunk a szövetségnek egy Állásfoglalási igényt, hogy legyenek szívesek beszámolni arról, hogy ez egy tervszerű munkacsoport volt, vagy egyébként itt az apropója a bukás miatt volt. Igen, és igazából, amit még nem mondtunk el, hogy hogy ugye tehát szarul hangzik, de benne volt az a levegőben már évek óta, hogy valaki egyszer meg fog halni egy hazai bringa versenyen és most lehet rám megint köpködni ezért, hogy ezt így kimondtam, de sajnos ebbe a mostani bukásban simán benne volt ennek az esélye, és, és, hogyha drasztikusan nem fog változni a versenyeknek a, a biztonsága, meg a, meg a, szervezése, akkor ez továbbra is benne marad. Bizottság ide, konklúziók oda, podcast ide vagy oda, ez benne fog maradni a továbbra is a levegőben. Nagyon sokat ekézzük azért a szövetséget. Azt gondolom, hogy többnyire az joggal. Ugyanakkor az is azért hangozon el, hogy elküldtem nekik egyik este ezt az e-mailt, és másnap reggel 8 óra 30-kor hívott engem fel a főtitkár, hogy hello, olvastam a leveled, hosszú lenne leírni, beszélgessünk. És 27 perc után raktuk le a telefont, amikor mindegyik kérdése kitérve válaszoltak, és ezeken fogunk majd végigmenni így a műsor további részében, de azt gondolom, hogy ugyanakkor, tehát érzi a, szövetség a súlyát ennek a balesetnek, egyértelműen és azt is érzik, hogy tenni kell valamit. És, és, kellett, és valahol azt kell mondani, hogy szerencsére nem lett végzetes kimenetel ennek a balesetnek, így lehet tenni, és lehet tovább lépni egy sokkal szigorúbb jövő érdekében. De erről majd csak később. Tehát, hogy rögzítsük pacsia a szövetségnek, ugyanis dolgoznak, annak ellenére, hogy hogy a júni, júli 14-én jött ki a hír, és azóta nem volt egyébként semmilyen sajtóközlemény. Ha az adás leadásáig lesz egyébként, akkor innen elnézést. De a ma felvétel napjáig, augusztus 25-e nem láttunk erről. Csak szóbeli állásfoglalás volt. Igen, és azért azt is tegyük hozzá, kicsit visszakanyarodva a podcast címére, hogy tehát, ha belegondolunk, kimerni, elengedni akár a 17 éves gyerekét is egy olyan országúti versenyre, ahol ilyen megtörténhet. Mert, mert nyilván, tehát esély is mindig történhet, tehát az benne van a pakliba, de, de azért ez egy picit más eset volt. És ha belegondolunk, ugye ezt a pár profi versenyzőt kivéve, ugye aki mindent kap a csapattól, az összes többi esetben a szülők állítják elő azt a végterméket, amiből a gyerek versenyezni tud. És tehát most így nagyságrendileg szerintem, hogyha mondjuk egy gyerek versenyző és egy egész szezont végig akar nyomni, akkor itt biciklistől, ruházattól, tápkieg, edző, stb. stb. utazások, itt bőven millió, sok milliós tételről beszélünk, és lehet, hogy egy jó felkészülés vége az, hogy egy ilyen versenyen ott marad fekve a korlát alatt. Talán a legesleges, leges, legnagyobb probléma ez az egészszel, amit már a bűkmaratonos példámmal fel is vezettem, hogy a mentőknek a ellátása. Tehát, hogyha ha baj történik, akkor mennyi mentő tud rajtad segíteni. És valahogy erre futom, a, a Tour de vagy a Tour vagy a giro részünkben mondta, ugye a hogy ugye ő a mentőre, mint szükséges. Tehát, mint egy ilyen feature tekintet, nem pedig, mint ez szükséges rossz. Igen, jól igen, emlékszem. igen, igen, igen mégis az van, hogy a legtöbb versenyrendező csak mint egy költségtétel tekinti a mentőket, amit így, hú, kimegyek egy mentő autóval, egy mentős kiskocsival, aztán van benne egy koffer, és akkor le van tudva ez a tétel, amivel megfeleltem az elírásoknak. És alapvetően, ha tehetné, akkor a rajcélterületen maradna a mentőautó, hogy még a, még a, költséget ezúttal is lehessen faragni. Tehát tényleg gondoljatok most végig, aki hallgatjátok, és így gondoljatok bele abba, hogy a utóbbi 5-6 versenyben, amin voltatok, vagy ha egyáltalán voltatok a versenye, hány mentőt láttatok? És hogyha a távolabbi pontján értiteket hát valami probléma a pályának, akkor mennyi idő mondjuk, hogy az eljusson? Vagy nagy Isten, a pálya két szélén, két baleset történik, és egy mentő van. Hát én erre mindig csak azt tudom példának hozni, hogy elég sok külföldi montis maratonon voltam, és ugye nyilván tehát Magyarországon se egyszerű mondjuk egy pilis vagy egy bükk belsejébe bejutni, de az alpok ugye ennél hatványozottan veszélyesebb, és gyakorlatilag, tehát nézzünk egy Salzkambergút maratont, egy Dolomiti superbike bármit, minden veszélyes lejtőnél ott áll a hegyi mentő, alapvetően valami kvaddal, vagy olyan eszközzel, hogy onnan ő rögtön ellátás után el tudja vinni a sérültet, vagy jön a mentő helikopter, vagy egyebek. Tehát nálunk igazából nem is tudom, hogy a mentőhelikopter egyébként mennyi idő alatt tudna egy hegyi mentést elvégezni. Láttuk most itt ezt a szerencsétlen ejtőernyőst, gyakorlatilag kinyírt a katonai helikopter. Mert annyira ügyesen volt megszervezve a mentés, hogy lefújta a fáról. Tehát, hogy, hogy igazából, tehát még egy országúti verseny, ahogy mondtuk, egyszerűbb a biztosítást megoldani mentőautókkal, meg hamarabb ott van, de mondjuk a hegyen. Ausztriában versenyeztem, talán egyik ilyen utolsó versenyem volt, amikor első zsúvás lejtő gyökereket, ez a tipikus osztrák pálya. Hogy nem túl meredek, de. De ilyen, csúszik, mint a takony. És folyamatos gyökérszőnyeg és elég jól elmentünk a rajta. Lecsúsztam egy gyökeren az ívről, de egy egyenesben, ami még nem lett volna gondolni, pont annyira csúsztam be, hogy beakadt a kormányom full sunggal kiállva az egyik fába. Oh. És azt tudod, hogy akkor mi történik? Mint egy ilyen dzsugdó dobás így átdobdott. KTT, kormányon túliak társaságába kerültem ismét. BMX-es nyelven mondva, egy ügyes kormány támaszt mutattál be, csak nem tervezetten. És nem is tett volna gond egyébként ezzel, hogy mondjuk átesek rajta, mert ez egy párszor azért megtörtént a pályafutásom, a pályafutásom alatt. A probléma az volt, hogy csípővel egy, hát egy törzsem szélességű fára estem rá. És azonnal, amikor ott így, ez a történet, amikor hogy kimegy belőle. a levegő, öh, ilyet hallottak a mentősök, ott állt négy szanitéc, és így mondták, hogy most nem mozdulok. Ja. És onnan már hordágyon vittek el. Neketek másfél perc alatt. Igen, hát nyilván nem lehet tudni, hogy gerincsérülés sérülés van-e, -e, tehát nyilván nem fogom forgatni. Hát engem medence törésnek a gyanújával vittek akkor a Szánpölteni kórházba. Az egy, az egy kalandosabb nap volt, több szempontból defekt, még autópályán, de mindegy, adjuk ha is. Az osztrák szanitéceknek azért a segítőkészségét többször igénybe vette, meg lehet hogy milyen gyorsak és valahogy a magyar versenyeken sose sikerült ezt tapasztalnom. És ennek kellene a teljes minimumnak lennie, hogyha baj van, akkor gyorsan ott van valaki, nem pedig egy szaros költségtételt kéne optimalizálni. És, és itt én mondjuk így a versenyek biztonságára nem csak a mentőt mondanám, de például simán volt úgy Tour de person, ugye én sok Tour de perzon Balatonkört fotóztam, ugye motorról. És azt is volt olyan, hogy Keszthelynél elfelejtett kimenni a polgárőr a körforgalomhoz, a mezőny becsapott jobbról a körforgalomba, ilyenkor ugye a média motoros balról megy be a körforgalomba, tehát kvázi szembeforgalomba, hiszen nem fogsz a bringások között egyensúlyozni egy két 300 kilós motorral, meg dobozokkal, meg egyenek. Egyebek, egyetlen gond volt, hogy a szembejövő forgalmat senki nem állította meg, mert az az ember nem volt ott. Tehát aki a jobb oldalt kellett, hogy megállítsa, az ott volt, a szembejövőt nem. Úgyhogy mi azt vettük észre, hogy ugye motorossal így behajtottunk a szemből beguruló autósok közé, és az volt az egyetlen mázli, hogy ugye baromi lassan mentek, mert nekik is egy érdekes téma volt ez a sok biciklis szemből, ezért ugye nem tempóból, lendületből jöttek, de igazából a motoros rutinján múlt, hogy, hogy nem maradtunk ott, mert, mert igazából le tudta reagálni a helyzetet, nem ütöttünk el biciklis sem, tehát elfértünk igazából. És, és, ilyen helyzeteket tudnék még mesélni, nem keveset, ahol gyakorlatilag a, a motoros biztosító embernek a, a, a lélek jelenléti, meg a tudásán múlt az, hogy nem lett baj. Amúgy igen, a másik az a útvonalnak a kijelölése. És hogy mennyire baleset veszélyes egyébként egy útvonalnak a, egy, egy útvonal, amiről versenyen ráengednek. Tehát, hogy ne haragudjatok, pont erről beszélünk nem engeded le a mezőnyt, főleg, fű, hogyha nem blokkosított rajta egy ilyen meredek lejtőn. Miért? Nem azért, mert nem buli, hanem azért, mert rohadt veszélyes, próbálod a kockázatot minimalizálni. Sokkal mennyire jó ötletnek tűnik egyedül ezen lecsapatni, amikor pihent vagy, de hogyha ott van még rajta kívül 150-200 ember, és ne haragudjunk, tehát egy a profi mezőny, egy, egy Tour de France mezőny 150-180 fős, nem, nem egy amatőrökkel megtűzdelt magyar mezőny, ahol egyébként a fékeknek a 25%-a nem is működik a mezőnyben rendesen, és ott lecsapatod. Arról nem beszél, hogy simán lehet, hogy lett volna, volna első is a második, vagy harmadik körben, mert ugye ez egy többkörös verseny volt, csak az a nem mindegy, hogy hány ember tartózkodik akkor a bolyban, meg milyen kvalitású, tehát nyilván, ha itt az első körben nem, est, nem, nem történik ez a bukás, akkor a következő emelkedőn az amatőrök gyakorlatilag elfogytak volna a ködben, és a következő körben a lejtőre már külön érkeztek volna a profik meg az amatőrök. Csak nem jött be. Igen, és most, hogy behozod az amatőröket, ugye, hogy mondjam, ne értsétek félre, nem áldozat hibáztatásról van itt szó. Aki most tényleg magára veszi, az... Na, lépjünk is túl. De az amatőrnek is fel kéne ismerni, hogy körülbelül hol van a helye ebbe a spektrumba. És ha már elkövet a szervező egy szarvas hibát, és összekeveri a két mezőnyt, akkor legyen benned annyi sportemberiség, hogy megfogod, és elengeded a profikat. Mert tudod, hogy hol áll az egész. Hol, hol kell neked lenned a mezőnyben. Egy futómaratonon se négy óra alatti teljesítők boxába, mert tudod, hogy öt és fél hat alatt fogod lefutni. Tehát, hogy... Aláírom, hogy mindenkinek kell versenyezni. Nem ez a kérdés. Tehát neked is ugyanúgy megvan a jogod versenyezni, neked is ugyanúgy megvan a jogod elfáradni, gyorsan menni, nyerni, de hogy tudnod kell, hogy hol vagy ebben a spektrumban. Mert ez a sport erről szól. Egyébként minden sport erről szól, hogy mondjuk tiszteled a teljesítményed. Meg egyáltalán tisztában vagy -e a saját teljesítményeddel. Hogyha te ezt nem tudod felmérni, akkor ott van a Zwift, és dőljel egyedül a garázsban egyébként a görgőn, de nem másokat veszélyeztes. Mert nincsen ott a helyed. Tehát, hogyha valamiért egyébként, bocsánat, lesz még egy pont szerintem, amire rá fogunk térni, amihol egyébként a részvevők hibáztak, és ez az egyik pont. Azt gondolom, hogy neked is fel kell tudnod ismerni, ugyanis ha te ráülsz bringára egy mezőnyben, akkor te felelősséggel tartozol a többiek iránt is, nem csak a saját teljesítményed iránt. És hogyha ezt nem ismered fel, őszintén mondom, abban a sportban, amit én szeretek, nincsen helyed. Tehát én is indultam például a karoson, nyilván amatőr erőn léttel, nem is volt gond, hiszen odaálltam be, ahol a helyem van, tehát nagyjából azokkal mentem végig, akik ugye velem nagyjából egy rendelkeznek. Egyszerűen nem tudom elfogadni, hogy valaki elindul úgy kerékpárversenyen, hogy ha iszik a kulacsból, és neki le kell nyúlnia, kivenni a kulacs tartóból, ezt kettő biciklinyi oldalmozgással tudja megoldani. Tehát, ha ennyire tudod kezelni a kerékpárdat, nem kell elmenned egyenlőre előre bringa versenyre. Menjél el edzőhöz, menjél el technikai edzőhöz, mert baleset veszélyes, vagy egy bolyban. És tök mindegy, hogy most ez amatőr boly vagy profi boly, de nyilván a profiba el se jutsz ilyen tudással. De egyszerűen. Tehát volt egy srác, akire figyelnem kellett, hogyha lenyúl a kulacsér, már csorogtam is hátra, mert az kőkövön nem marad, ha valaki nem figyel rá. Amúgy És itt ez az csak egy mozzanat. Ez pedig nagyon-nagyon egyszerű dolog oldja meg. És ezt számos nem számos, hanem hogy gyakorlatilag mindegyik nagy külföldi maratonon így csinálják, blokkosított rajta hívják. Elitek bekerülnek az első blokkba, elrajtolnak 5-6-10 perccel később indul a következő blokk, csá. Nincs is kérdés. Igen. Ja, csak erre egy dolog kellene, mondjuk hosszabb útvonalengedély. engedély. Hoppá, hoppá. Hát vagy alapvetően rögtön két mentő, mert ugye egy elmegy a profikkal, meg egy elmegy az amatőrökkel. Több szervező, több felvezető autó, stb. stb motoros, stb. Igen, és mi lenne nettó időt mérnének neked? Szépen ugyanúgy tudná egyébként versenyezni, hogyha 15 percek később indulnál, kutyát nem érdekelné, tudná versenyezni. Amatőr verseny. Amatőr. Nem profi. Amatőr. Tehát ezt azért tisztázzuk, hogy itt, itt ezeket, ezeket, a fogalmakat. Ha profi akarsz lenni, akkor rakjál mögé annyi edzésmunkát, hogy a profi versenyen tudja indulni és hidd el, hogyha nem szólítanak be a profi karámba, akkor mindegy, hogy bruttó vagy nettó időt mérnek igazából, mert úgyse fogod megverni azokat, akik az elején mennek. Tehát, hogy ugye ezzel mindig, mindig szokott ilyen vita lenni, hogy de most akkor, ha, ha eldövik a rajtot, és akkor, hogy honnan kezdjük az időmérést, és a többi, amikor áthaladsz a rajtvonalon, vagy, vagy amikor ugye ellőtték az elét, teljesen mindegy, ha nem vagy benne abba a csoportban, ami az elit, akkor úgyse fogod megnyerni. És ha már ugye írtad ezt az aláírásos történetet, azt sem értem igazából, oké, okay, nem vagyok jogász, meg baromira nem értek a joghoz sem, de hogy lehet például a nevezésbe belevenni azt, hogy úgy indulsz a versenyen, hogy lemondasz mindenféle jogodról, az apró betűs részben benne van, hogy te, te saját felelősségedre indulsz a versenyen, és a verseny alatt a kressz szabályait be kell tartanod, tehát nonsens, tehát ha a kressz szabályait be kell tartanod, akkor már ott felmerül a kérdés, hogy ha erre a versenyre például igaz volt, hogy a kressz szabályait be kell tartanod a felvezető autó hogy mehetett olyan tempóval, tehát aki a legelől megy, hogy 80-nal mehettek a lejtőn, hiszen a Kressz szerint nem is mehetsz 80-nal. Tehát ezek olyan nonsens dolgok, amit nem tudom, hogy jogilag, hogy lehet egyáltalán beleírni egy nevezési feltételbe. Tehát ez körülbelül olyan, mintha mint egy, egy műszaki szaküzlet kötne veled külön egy egy szerződés, hogy egyébként semmilyen garanciális jogot nem tudsz érvényesíteni, miközben ugye az alapvetően ellenkezik a, a, a törvényel. Tehát ezt nem is értem. Jó lenne egyszer megszólaltatni valakit, aki ebbe képben van ez egy fontos dolog, amit említesz, ugyanis ezzel levédeni magadat, hogy valaki aláírt valamit, nem lehet. Ez, ez túllép azon, amit a jog enged, és nyilván most mindenki próbál azzal védekezni, hogy hát, hogy te aláírtad a részvevő, a részvételi hogy lemondta a minden, felelősség, minden felelősséget átvállaltál, de nem, nem tudsz minden felelősséget át, áthárítani. Ez nem ilyen. Ez nem ilyen egyszerű. Meg oké, tehát vannak olyan országúti versenynek nem nevezett túrák, tehát azt hiszem a Bakony 200 is például ilyen, ami eleve teljesít, mint túra. Nincs tömeg rajt, nincs semmi, egyenként elindulsz, pecsételőpontok vannak, stb., de országúti mész. Ott azt mondom, hogy oké, simán átháríthatod a felelősséget, hiszen nincs felvezető autó, nincs nincs polgárőr a kereszteződésekben, nincs útvonalbiztosítás, stb. Tehát ott azt mondom, hogy teljesen korrekt az, hogy mindenre neked kell figyelni, hiszen az a, a résztvevők, tehát akik a közlekedésben részt vesznek, nem fogják azt észrevenni, hogy ott egy kerékpár verseny zajlik, de ugye nem is az. De ott, ahol, ahol rendőrautó megy elől, meg ahol, ahol, biztosítják a kereszteződéseket, meg egyebeket, ott ne írjuk már hogy a kereszt szabályai érvényesek. Hát igen, és nyilván ennek a morális oldala is egy elég érdekes kérdés, hogy oké, okay, elhárítod magadról a felelősséget, de hogy így amúgy te tényleg megrendezel ezután még egy versenyt ugyanezzel a kiírással, ugyanilyen lemondó nyilatkozatokkal? Igen, tökre kíváncsi lennék, hogy, hogy ennek a versenynek a rendezője, az, az, most nyugodtan alszik otthon, és azt mondja, hogy igazából minden rendben volt, mert aláírták a saját felelősségre. Nyilván sosem fogjuk megtudni, meg senki nem fogja bevallani, de baromira kíváncsi lennék, hogy a saját lelki ismeretével hogy számol el. Egy teljesen kérdés egyébként, hogy a helyszínen lévő versenybírók miért nem akadályozták meg. És így jön be az, hogy a szövetség igen, tudtunk beszélni, és egész egyszerűen nem volt hatós, felhatóságok ez alatt a verseny alatt. Ez egy amatőr verseny volt, nem pedig egy MK, MKS szervezésű magyar kupa vagy magyar bajnokság, hanem egy amatőr verseny, amire javaslati joguk volt. Ami, hogy nyilván, teljesen szürreális, ezért ha belegondolunk, hogy egy versenyrendezőnek, aki egyébként a sportágat alakítja és a sportágnak a megítélés hozzájárul, nem lehet. Nincsen fennhatósága elfölött a szövetségnek. Arról nem beszél, hogy ha jól tudom, volt olyan is a bírók között, aki uci minősítésű bíró, tehát alapvetően bármilyen nemzetközi versenyen versenybíróként üzemelhet. Tehát nyilván teljesen képben van azzal, hogy egy kerékpárversenyt hogy kell nemzetközi szinten is megrendezni. Abszolút. Szóval ez, ez teljesen nonszenszé teszi a helyzetet. És ez visz tovább minket azért, addig a kérdésé, hogy miért kellett, hogy eddig történj, ilyen történjen ahhoz, hogy valami megmozduljon. Tehát egy te is, Tomi, én is, és mindenki, aki már volt bringa versenyen, tudja, hogy időkérdése volt, hogy ez betörténik. Megtörténik. Az, hogy hál' Istennek nem lett halálos baleset, ez őszintén csak egy szerencsének tudható. Egyébként ugyanígy a hozzá is tegyük, hogy a szerencsétlenségnek tudható, hogy pont most volt baleset. Ugyanis ez egy nagyon jól aszfaltozott út volt. Tehát, hogy ennél sokkal, sorabb, vannak versenyeken. Illetve nekem most a szöget ütött a fejembe, amikor mondtad, hogy tehát igazából én ma, ha úgy gondolom, hogy itt Gödöllőn szeretnék egy kritérium versenyt szervezni a saját pénzemből, tehát hogy azt mondom, hogy szánok erre lóvét, és mindenféle versenyrendezői ismeret nélkül én szerzek, megveszem az útvonalengedét, mert nyilván ezek pénzbe kerülnek, akkor én rendezhetek egy kritériumversenyt, ahol 70-nel köröznek a, 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 ház körül a bringások? Tehát nem kell semmilyen, semmilyen tapasztalattal rendelkeznem, nem kell senkinek ezt jóvá hagynia, nem nézi meg senki a tervet, tehát hogy nekem hogy ez te egy picit jóvá, ilyen jóvá fura. Hagyják. az útvonalat, akkor gyakorlatilag lehet Bognár Tamás emlékverseny. Gondolom, még így van. Oké, de az útvonalat, azt gondolom nem a, nem a kerékpár szövetség, tehát nem a, nem azok hagyják jóvá, akik láttak már kerékpárversenyt, hanem nem tudom, mit olyan egy polgármesterivata, vagy rendőrség, egyebek, aki, aki alapvetően ezekre a dolgokra nem is lát rá, vagy nem is, nem is ért hozzá. Szí, szenyor. Sí. Akkor kösz. <laughs> Így is van pontosan. És ennek az egész versenynek a következménye az, hogy bár nagyon szép, hogy van egy vizsgálóbizottság, de azért ez az egész helyzet eszkalálódott. És itt már nem a szövetség dönt sok esetben, hanem azért itt bírói dönt. Tehát itt már hivatalból a mentősök, illetve a kiőr trendőrök által nagyon komoly fejjelentések indultak útjának, ugyanis ez jogilag tömegbalesetnek minősül. Mondjuk ez most valahol, valahol ilyen öröm a szívemnek, mert, mert igazából most tehát én megmondom őszintén, hogy ennek az egész bizottságnak az egész teljesítményére Jukas Garas nem adnék, tehát hogy eddig nem láttam Magyarországon még olyat a kerékpár sportban, hogy bármilyen olyan csoport alakult volna, aminek a végén olyan fejlemények lettek volna, ami, ami igazán előre vitte volna ezt a, ezt a versenyrendezést témát. Viszont nyilván a rendőrség, meg, a, meg az egyéb hatóságok azok minden érdektől függetlenül fognak eljárni, meg vizsgálódni. remélem, hogy legalább annak lesz jó végeredménye. Csak azért nézem a naptáramat, hogy megnézem, hogy mikor volt egy kedves barátomnak a legény búcsúja. Mert akkor beszélgettem a szövetség... Azt, hittem, azt is vizsgálják a rendőrök. <laughs> nem, 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 akkor csak nagyon-nagyon sármosra ittem magamat, de nem volt gond, akkor azt mondtam, itt a sana, akkor hát hetedik hónapban éből feleségemnek, hogy ha nem lennél terhes, akkor szívesen lennék az a gyermekednek az édesapja. <laughs> és félhetően ezt nem így fogalmaztad meg. De, 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 de abszolút. Tehát, egy gyönyörű borokos körmondatokba tűzdelve. De akkor beszélgettünk elég hosszan arról, hogy amúgy a szövetség mennyire sarokba van szorítva, abban a tekintetben, hogy a versenyrendezők és a klubok diktálják gyakorlatilag azt a ritmust, amire táncolni kell. Hogyha a klubok nem szavazzák meg a szövetségnek a döntését, akkor nincs döntés. Hogyha a versenyrendező keresztbe áll, akkor nincsen verseny, és ha nincsen verseny, akkor elégedetlen lesznek a klubok, és megint csak visszacsap az egész. Tehát gyakorlatilag a farrok csúvája az egészet. Ami, ami telje, teljesen nonszensz. Tehát egy tehát, tök nonszensz, hogy van egy szövetség, amire azt gondolom, azért több mint húsz éve már követjük ezt a hát szappanoperát, vagy inkább polémiát, ami zajlik a szövetségben. Most már azért van ott pár ember, aki félig meddig értelmes döntéseket és konzekvens lépéseket hoz meg. Ami nem is annyira népszerű, ezt azért látjuk belülről. De hogy teljesen meg vannak, le vannak láncolva ahhoz, hogy mit enged a tagság. Ami kabaré. Hiszen nagyon-nagyon sok esetben megélhetési versenyrendezőről, megélhetési jegyzőkről, klubvezetőkről van szó. És hogy ők felülbírálják azt, hogy mi lenne egyébként nektek, mint sportolók, és amúgy a sportnak a, a jogos érdeke. És itt jön be a képbe, itt ez a hosszú kitérő után érünk vissza itt a balesethez, hogy itt, hogy most a Magyar Bíróság fog egy döntést hozni, az felülbírálja egész egyszerűen azt, amit a Szövetség egyébként meg jogos röntságot kapna a klubok által. És bum, mindenki ki lesz kerülve. És lesz egy döntés, aminek elég komoly és messze menő következményei lesznek majd. Meg, meg itt jön be szerintem az a képbe, amit ti versenyzők, vagy, vagy éppen szülők, akik versenyzőt neveltek éppen, tudtok hadhatósan tenni, illetve tenni ellene, hogy ugye volt ez a doping eset, amikor ugye egy master kettes, vagy hármas, vagy ki tudja, hanyas ilyen öreg fiú, ugye lebukott dopingolással kapott is érte eltiltást, majd a következő időfutamon, mikor lejárt, a, lejárt az eltiltása, ugye szépen rajthoz állt, és nagy előnyel megnyerte azt is, és ekkor nem álltak fel ugye a dobogóra a második-harmadik helyezett tiltakozva ugye az egész dolog ellen. Tehát itt lehet azt megtenni, hogy nem mentek el olyan kerékpárversenyre, és nem fizetitek be a nevezési díjat, ahol a biztonságotok, meg a normális rendezés nincsen szavatolva. Persze, nyilván szal, eleve, tehát ha nincs Covid, akkor sincs megfelelő mennyiségű és minőségű verseny itthon. De hányan vannak, akik már kiállnak inkább Szlovákiába versenyezni, vagy Ausztriába, pont ezek miatt a dolgok miatt? Hát igen, azt nagyon, nagyon egyszerűen fogalmazva pénzeddel szavazol. És hova pénzeddel rakod, az a verseny megmarad. De ez most ebben a helyzetben nem állja meg a helyét, ugyanis nem az a verseny fog megmaradni, ahova nem mész el, hanem az a verseny fog megmaradni, amelyik egyébként most ennek a dönt, ezeknek a döntéseknek folyamán fent tud maradni. Mert meg fog változni az erős sorrend. És nagyon-nagyon komoly feltételeknek kell majd megfelelni az, hogy ilyen helyzetek ne következhessenek be de le lesznek szabályozva egész egyszerűen felülről a sportrendezvények, és számos ilyen lángos harapó versenyőrre nem fog engedélyt kapni. Gyakorlatilag el fog tűnni a versenynaptár fele. Ami, hogy mondjam, egyrészt kellemetlen, másrészt igazából nagyon nem a helyén van. Én már régóta mondom, hogy fel kellene perzselni ezt a földet több szempontból. Valahol elkezdődik. És ha tetszik, ha nem, ezeknek a versenyeknek, ezzel a savanyú hangulattal nincs -e helyük egész 2020-ban már. Igen, csak itt nekem egy picit az a, az a, visszás, meg az elgondolkodtató, hogy oké, egy lángos harapót mondtál, de például ez a verseny is, meg amit én is említettem, az pont nem a lángos harapók közé tartozik, hanem elvileg egy színvonalas rendezvény, és mégis ilyen meg tud történni. Tehát, hogy van, egy pici félelem nem hogy, hogy ezek az emberek ki fogják majd valahogy mozogni ezeket a dolgokat, de de érted, tehát aki, aki le tudja nyilatkozni, hogy ez egy sima versenybaleset volt, és nem érzi magát felelősnek a dologért, és valószínűleg nyugodtan alszik ezek után, attól te úgy gondolod, hogy egy szövetségi kényszer vagy döntés hatására belül megváltozik? Nem, azt gondolom, hogy az a helyzet, ami most jelenleg van, amiért augusztus 29-én lehet rendezni egy Tour de Pelszot, egy Balatonkerülést, ugyanazáltal a szervezői csoport által, az nonsens. És hogy bár zajlik vizsgálat, és nyilván most ártatlanság vélelme, meg ki tudja, mi történik még az egészben, ezt tegyük fel, de hogy a szöve nem a szövetség adja ki az engedélyt a versenyre, hanem a szervező kapja meg az adott hatóságtól, megyei hatóságtól. És ennek kell megváltozni, és ez meg is fog, én azt gondolom, ezáltal változni. És ez megváltozik akkor fundamentális változás következik be a sportba. Ugyanis lesz benne egy, hogy mondjam, most arról lehet vitázni, hogy a szövetség mennyire szakértő, hogy 100 50, 25 vagy 170, de hogy lesz benne valamilyen szintű, standardizált elvárás, ami eddig nem volt. Mert hogy teljesen ki voltak olyan versenyek, amiről a szövetség egész egyszerűen utólag a sajtóból értesült, hogy volt amúgy. Igen, mondjuk ez, ez mindenképp tény, hogy, hogy legalább egy keretrendszerre szükség van, és megmondom őszintén, hogy amikor mondtad, hogy te írsz levelet a szövetségnek, hogy legyen egy állásfoglalás ezzel kapcsolatban, én, én magamban felröhögtem, hogy miért bármilyen bár érdemi választ vársz majd onnan, és igazából pont ezért örülök neki, hogy, hogy láthatóan most már olyan emberek ülnek olyan pozíciókban, akiket érdekel ez az egész sportág, és nem csak a saját zsebük, hiszen másnap reggel már fölhívott téged az illetékes, és nem kamu fogásokat hozott, nem mellé beszélt, hanem tök világosan elmondta, hogy mi a tényállás és ez baromira jó, mert ez gyakorlatilag az elmúlt, mi húsz évet követünk, de szerintem az elmúlt ötvenre <laughs> igazából nem volt jellemző. Én se fogadtam volna erre nagyon sokat, hogy mondjam, mindig én vagyok a cinikusabb kettőn közül, de valahol éppen ezáltal magam már fogalmaztam a megírásnál is, hogy majd mondtam, hogy a felvétel ideig nem érkezett válasz a szövetségtől. <laughs> ezt beszéltük is egymás között, Igen, de nem így volt. Igen. És ezért, ezért azt gondolom, hogy az is, hogy amúgy látszik a szövetségnek a kiszolgáltatottsága itt az egész ezetben, amit, hogy mondjam, mi is mindig, mi nagyon-nagyon régóta láttunk, és teljesen evidens volt, de hogy van egy felsőbb hatalom, aki itt belenyúl, és nincs mese. És nagyon helyes, mert mindentől azt kell csinálni, amit a felsőbb hatalom el, elvár igen, meg alapvetően, tehát bárhol megnézed, tehát nem rendezhetsz úgy versenyt, hogy az aktuális sportág felügyelőbizottsága, szövetsége, stb. 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 nem hagyja jóvá, nem teljesíted a követelményeid. Tehát vicces lenne, hogyha bármilyen autóversenyt lehetne szervezni adhok módon, meg ilyenek, tehát, vagy, tehát szerintem kosárlabda versenyt sem rendezhetsz anélkül, hogy, hogy azt ne hagyná valaki jóvá. Amúgy tudod, és azon gondolkoztam még nekem egy ilyen olyan a populista, meg nagyon ismered a stílusomat. De hogy ugye ez a kerékpározás éve, vagy hogy mondjam, fél éve, amit ugye kihirdetett a kormány. De gyakorlatilag biztonság nélkül a világ összes pénzét el lehet cseszni kerékpározásra, de pont szart se fog érni. Ugyanis, Igen. ugyanis nem fognak felülni az emberek. Ha, 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 opcióként felmerül benned az, hogy nem érsz haza, hogy akivel ész az mentőben megy haza, vagy nem tudják ellátni, vagy ilyen történik, nem mész el. A gyerekedet nem viszed el. Nem fogod elkezdeni bringáztatni. Túl nagy a kockázat. Igen, és, és ugye te tök, tök vicces, hogy ugye volt profi Tour de France győztesek, sportolók, országúti versenyzők nyilatkozták már azt, hogy mennyire veszélyessé vált az országúti kerékpár sport már így az edzések szintjén is. És, és igazából itt francia, angol, német és egyéb példákról beszélnek, tehát azért nálunk szerintem közlekedési színvonalban meg még jóval ez alatt vagyunk. Tehát, hogy nálunk ez egy sokkal nehezebb történet, mint mondjuk Németországba kiengedni a gyereket biztonságosan kerékpározni, vagy Franciaországba. Szerintem Angliában talán annyira nem jó a helyzet egyébként, de, de mondjuk a német-francia az biztosan százszor jobb. De Angliában van nagyon sok lezárt kerékpáros, aszfaltos út, ahol tudsz edzeni. Tehát aszfaltos körpálya ami Magyarországon teljesen nonsens. Tehát, hogy ugye pont erről beszélgettünk nagyon sokat, és nekem is ez megy végig a fejemen, hogyha majd Junior akar bringázni, akkor száz százalék, hogy nem egy országútival akarom elkezdeni bringáztatni, hanem egy mountain bike mert ott akármennyire bizonytalanabb egyébként a terep, de több azokat a fatális faktorokat, hogy mondjuk kikanyarodik valaki elé, vagy elé, vagy előti, azt ki tudom teljesen zárni. Igen, meg alapvetően azért kisebb tempóval történik a hegyi kerékpározás, mint az országúti. Már ha hát te bringázol kevesebben, mint országúton. Hát miért azért 40-es átlagot nem mész Monti világkupán? Hát te, hát, te nem, 25 én talán. Miért? Hát 25-ös átlag van egy világkupán. Jó, jó, csak szivatlag. Történelmet ja. hamisítok <laughs> megint. <laughs> És amúgy is te voltál a versenyző, tehát neked fog hinni mindenki. Így, 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 így. így. <laughs> bár már május után nem ültem bringán, úgyhogy ez egy másik sztori. De azóta, azóta fejben megvettem négy másikat. Tehát, de igen, és nyilván itt megint infrastruktúra fejlesztés, nézem, hogy építgetik a bringa útakat, átadják, és vannak gyönyörű, óriás plakát egyébként országgyűlési képviselőknek a fejével, hogy hát etit metinátuk de hogy de tényleg a józa ész, hogy a bringa út mellé nem viccből van egy fa telepítve az út mellett nem vízből van fa. Nem azért van odarakva, hogy nem csak azért van odarakva, hogy ott legyen a klímának. Azt te neked autósnak is oda van téve, hogy lásd egyébként, hogy merre megy az út. Egyébként, meg hogyha van egy bringasáv, az nem csak árnyékot ad, de ha lecsapódik egy autó, meg is fogja. És hogyha a bringa útnak a kialakításon azt kivágják, azzal mindenkit megszivatnak, és veszélyessé is leszik. A lapoktól kell elkezdeni ezt a gondolatot, ez a verseny és ez a baleset, hogyha ti sérültetek ebbe, akkor egyrészt jobbulást, de hogy valamit ért az egész. És talán nyerjen értelmet az, az egész baleset. Ámen. <laughs> szóval mindent összegezve én azt gondolom, hogy ti nálatok van a döntés. Választhatok ki, hogy hova akartok elmenni, és legyetek rohadt kritikusok. Mert az a verseny akkor fog tudni fennmaradni, hogyha befizetetek a nevezési díjat, hogyha ott vagytok. Nincs pénz, akkor nincs verseny. És olyan étterembe sem ész még egyszer, ahol szar volt a kaja. Tehát ebbe ez a fura, hogy alapvetően az emberek képesek elmenni évről évre egy olyan rendezőnek a versenyére, ahol nem biztonságosak a körülmények, ahol szar a szervezés, ahol nem megfelelő a, a biztosítás, stb pedig igazából ponti versenyzők, meg szülők, akik ugye biztosítjátok a gyereketeknek a versenyzés szintén pénzzel, tudnátok azt megoldani, hogyha egyszerűen nem indultok, akkor egy idő után eltűnik a sűjesztőbe az a rendezvény. Nyilván ez egy érdekes dilemma, hogy semmi verseny vagy szarverseny között hogyan hozott meg a választást, de azt gondolom, hogy annyi pénzt, időt és áldozatot igényel a kerékpár, hogy ha három-négy verseny helyet egy óra mész el, akkor megéri. Ha, ha haverokkal elmész, és ott csapjátok szét egymást, az is megéri. Az nem éri meg, hogy kockázatot vállalj, és félig lezárt útpályákon az kockáztasd, hogy bejöjjenek autók. Vagy az, hogy ne tudjanak ellátni téged. Az, hogy... Most tényleg már csak a banali, banalitásoknak a talaján marad, hogy le legyen mit ne legyen a végén neked ásányvíz a célban, hogyha 35-6 fok van. Az, hogy ne tudják kiállni a parkolóval, a kocsival. Ez mind olyan fontos dolgok, amiket alapvetőnek kellene, hogy tekintsünk. És talán, talán ebbe, ebbe lesz nagy felelőssége a szövetségnek, hogy olyan, olyan kritériumokat adjon meg, most tök mindegy, hogy Mont is teljesítmény, tehát hogy hegyi kerékpár versenyről van szó, vagy Montis maratonról, vagy országúti versenyről, vagy háztöm körüli kritérium versenyről, hogy ne fordulhassanak elő ilyen dolgok. És nyilván versenyzőket, ha elindul a verseny, és menet közben érzed, hogy valami gáz van. Nem. Ki kell állni érte, hogy ez nem verseny. Meg kell állni a versenynek, és nem megy tovább. És az az, ami engem mindig felcseszhet, hogy valaki egy lyukas kesztyűért képes egyébként a, a saját bőrét vásárra vinni legyen már benned elég gerinc. Azért, hogy jövő évben kapjál egy bringát féláron. Hagyjuk már, srácok. Ne legyetek már teljesen hülyék. Tehát, hogy értem, nem vagy te vagy a legélesebb kés a fiókba, de hogy gondolja arra, hogy te egy sportnak vagy a része, amit viszel tovább, és fejlesztesz. És hogy te lelakod, akkor az utána gyövök egy még szarabb helyzetbe fognak belemenni. Ennek tükrében, srácok, tényleg mindenkinek, aki esett, reméljük, hogy felépültetek, és hogy jobban vagytok. Reméljük, hogy azért lesz rendes verseny is idén. Illetve hát az adás után nem sokkal, a mai adásunk után nem sokkal indul a Tour de Hongri, ahol azért azt gondolom, hogy ott a szervezéssel nem lesz gondnak a biztosítással. Kopogjuk és le. És egyelőre lehet még kimenni szurkolni is? Lehet kimenni szurkolni, és szurkoljatok is a induló magyarok hajrá, hajrá. Nagyon komoly csapatok itt lesznek, tehát szerencsére az újraindítás után is komoly csapatokkal indul majd a verseny. Jövő meg újra találkoztok velünk, szokásosan pénteken. Addig meg ringezzetek egy jót, és vigyázzatok magatokra. Sziasztok! Sziasztok!